Míg a lányoknál szinte változatlan maradt a játékos keret, addig a férfi csapatunknál igencsak sok változást tapasztalhattak a létavértes elleni meccsre kilátogató szurkolók. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy újfent Konstibor kezébe került a szakmai irányítás. Emellett jó pár olyan játékos is szerelést öltött, aki tavasszal egyszer sem lépett pályára az NB2-ben, így Kóti Győző, Mészáros Ádám vagy Elek István, de ott voltak persze a feltörekvő fiatalok is. Az már rögtön a kezdés után látszott, hogy könnyed kis meccs vár a mieinkre, hiszen a vendégek csere nélkül érkeztek meg, ráadásul nem képviseltek túlzott játékerőt. A tavalyi megyei sorozatban is csupán egy-egy győzelemre és döntetlenre tellett tőlük a 16 mérkőzésükön, így nem csoda, hogy az utolsó helyen végeztek. Apropó megyei bajnokság, amin már beszámoltunk róla, igencsak gyér a mezőny, hiszen csupán 4 ellenfele lesz csapatunknak. A létavértes mellett a Nádudvar, a Polgár és a Földes. Így aztán, hogy meglegyen a megfelelő mérkőzés szám, ősszel és tavasszal is oda-vissza megmérkőznek egymással a csapatok. De visszatérve a mérkőzésre, szinte végig edzőmeccs jellege volt a találkozónak, s a tudásbeli különbség az eredmény alakulásán is tükröződött. A félidőben már 13 góllal mentek a mieink, így 22-9-el fordultak a csapatok. Szünet után aztán jöttek a fiatalok, s ők sem akartak lemaradni a gólgyártásban. Ahogy telt az idő, egyre nőtt a távolság a két alakulat között annak ellenére is, hogy a vendégek mindvégig becsülettel küzdöttek. De hát ennyit tudtak, s ezt a mieink ki is használták. A félidei 13 gólos előnyhöz további 9-et tettek hozzá, így a 2 pont megszerzéséhez gólarányjavítás is párosult. Így végül 40-18 arányú ladányi győzelem született, s ezzel rögtön az élre is ugrott a társaság a tabellán. A legeredményesebb játékosok a 8 gólt szerző Mészáros Ádám, a 6 gólt jegyző Tőkés Máté, valamint a 4-4 gólt elérő Kovács Gergő és Arnold Sándor voltak. Együttesünk az előttünk álló hétvégén is hazai környezetben játszik, amikor is szombaton 16 órától Polgár csapatát látja vendégül.